Üdvözlet mindenkinek, 2023. április 25-e van itt az Infobubble Yahoo útja csatornán, illetve weboldalakon. Attól függ, hogy ki hol nézi majd ezt meg a későbbiekben. Ezúttal itt az idők végében én igyekezni fogok majd rendszeresen jelentkezni, ilyen összeállításokkal, most ez egy téma körül csoportosul ez a mostani, mielőtt nekivágnék bevezetésül annyit, hogy valószínűleg mindenki ismeri a történetet a Bibliából. Volt egy város csoport, ahol az erkölcstelenség, illetve a gazdagság is érdekes módon olyannyira megszaporodott, hogy az emberek jajveszékelése, az elnyomottak jajveszékelése, az feljutott az egekig, és elküldte az atya oda az ő angyalait, fogalmazzunk úgy, hogy nézzék meg, hogy igaz-e az a kiáltás az, ami eljutott hozzá, és persze, mint kiderült, ez igaz volt, Sőt, olyannyira igazolt, hogy veszélybe kerültek az ő küldöttjei is. Ez persze Szodoma és Gomorra története, amit nyilván mindenki jól ismer, még azok is, akik esetleg a Bibliát nem nagyon forgatják. Ez valahogy ez a történet megmaradt egyfajta szimbólumának. Az erkölcstelen élet, illetve hogyha elfordul az ember attól, ami jó a Teremtő szemében, annak súlyos következményei lesznek, és ennek a szimbólumává vált ez a történet, és ez a városcsoport, ugye a Gomora, illetve még néhány egyéb település. A világ nem tudom, hogy tanult -e ebből vagy sem, mert elég hosszú ideig elvergődtünk, de az, ami most történik körülöttünk, az... Én azt hiszem, hogy ahhoz hasonló, ami akkor lejátszódhatott ezekben a városokban. Úgyhogy ez az, amiről most szó lesz. És tudom, hogy nagyon mostanában gyakran előfordul ez a téma, úgy, mint hogy a genderizmus, meg a különböző szexualitás. De ez egy olyan tökéletes reprezentációja az erkölcsi dekadenciának, illetve hanyatlásnak, ami a társadalmat jellemzi. Vagy ezt csak egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, és erről már beszéltem én a múltkor is, de elmondom most is, hogy ez minden héttel szinte egy újabb lépéssel lefele haladunk. Az kétségtelen, hogy bekövetkezett egyfajta váltás abban, ahogyan az emberiség gondolkodik. Nem tudom, hogy ismerőse ez a szó, hogy paradigma bárki számára, de hogyha esetleg nem, akkor a Wiki Szótár elárulja, hogy ez nézetek, fogalmak rendszere egy szakterületen tudományon belüli általánosan elfogadott nézetek, fogalmak, szakkifejezések összessége, amelyek egy korszakra, egy időszakra jellemzők kijelölik a szakterület, tudomány határait alkalmazandó módszereit, sikeresnek tekintett megoldásait. Amire érdemes összpontosítani az az, hogy ez nézetek, fogalmak, rendszere. Egy szakterületen. Hogyha megyünk a következőre, az talán, ami nekünk egy kicsit közelebb van, ez egy közös gondolkodásmód, közös értékeknek az összessége, amelyek alapján egy csoportban, hogy magában a társadalomban egy dologról vélekedünk, illetve az ehhez kapcsolódó módszerek szerint cselekszünk. Ez tehát egy közös gondolkodás mód. A kifejezés az a latin paradigma szóból származik, ami persze utána megy tovább a görögbe, és ez egyébként minta vagy modell. A bemutat ábrázol illetve oldalról megmutatja Ezt jelenti Ez a deiknőmi, Ez mutat A para pedig általában valamilyen oldalról Vagy pedig más irányból Szóval más irányból Vagy megmutat valamit Ábrázol Közös gondolkodásmód ez a paradigma Közös értékeknek az összessége Ha egyáltalán beszélhetünk még ilyesmiről Ebben a társadalomban a lényeg az, hogy bekövetkezett, illetve az orrunk előtt zajlik egyfajta paradigmaváltás. Ezt úgy hívják, szociológusok ezen a szakterületen. Paradigmaváltás azt jelenti, hogy megváltozik valamiről az emberiség, vagy a társadalom, vagy egy csoportnak a gondolkodás módja, mint ahogy azt láttuk a, a kifejezésnek, ugye a definíciójába. Hogy mi az, ami, amiről megváltozik a gondolkodásmódunk, úgy tűnik, hogy minden most már. Ami eddig normálnak számított a társadalmon belül, az kiszorul onnan és a perifériára kerül, mint például a, a családmodell, hogyha valaki ezen elmélkedne esetleg, hogy miről van szó, de a normál családmodell például az háttérbe szorul, Sőt, nem is arról van már szó, hogy háttérbe szorul, hanem lassan az már egyfajta bűncselekmény lesz, ha valaki arról beszél. De nem csak a családmodellben, hanem a szexualitásban is bekövetkezik egy paradigmaváltás. Ugye az, ami eddig tabu volt, vagy szélsőségesnek számított, esetleg abnormálisnak, vagy betegnek, az most már teljesen mainstream és mindenféle korosztályokat ez a dolog megfertőz. Hogyha megyünk tovább, akkor ez a paradigmaváltás, vagy gondolkodásmódnak a változása, ez az életünk minden területét érinti. Átalakul a gazdasági gondolkodás, legalábbis nekünk ezt mondják, ugye el akarunk távolodni ettől a, hogy is mondják ezt, piacgazdaságtól, illetve kapitalizmustól, egy egyenlőbb rendszer felé, ami, hogy sikerülni fog-e vagy sem, azt majd meglátjuk. Illetve hát persze, én tisztában vagyok vele, hogy nem fog, hiszen nem tud sikerülni, ez az időnk elfogy, de hogy sikerülne, persze, hogy nem, hisz a törekvés az nem valós, organikus, hanem háttérből bizonyos erők ezt irányítják. De bekövetkezik ez az oktatási rendszerben a munkában is. A munkaügy területén, mindenhol a tudományban, a mesterséges intelligencia segítségével, vagy akár a génsebészetben, illetve a génkutatás területén. Egy olyan korszakban élünk, amikor egyszerűen csak megváltozik a rendszer. Ez a paradigmaváltás. Az, hogy ez ekkora mértékű, az csak talán attól ki, hogy éli ezt meg, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy ez szerencsétlen, ki az, aki úgy gondolja, hogy ez, ez pozitív. A lényeg az, hogy ez van, ezt nem fogja tudni megakadályozni senki. Jobb, hogyha ezt, ezt elfogadjuk így, ahogy van. És én, az én célom nem is az, hogy megakadályozzam, úgy gondolom, hogy én ezt kifejtettem már az évek során számos alkalommal. Én nem arra törekszem, hogy hogy megváltoztassam, hogy megváltsam a világot. Én szeretném, hogyha segíthetnék abban, hogy megértse mindenki az igazságot és azt a világot olyannak, amilyen az. Hogyha. Nem tudom, hogy ki hogy értékeli ezt egyébként, de kíváncsi lennék, hogyha valaki veszi a fáradtságot, akkor írja meg a chatben, hogy jónak tartja-e hogy ebben a korszakban él, vagy pedig szerencsétlennek. Kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy ez pozitív, vagy akár a hozzászólásban bárhol, ahol találkozik ezzel a videóval. Ki mit gondol erről, hogy ez pozitív, jó -e ebben a korban, vagy szívesebben élne abban a korban, amikor mit tudom én, tehén szekérrel utaztak az emberek, és nem jutott el senki 30 kilométerrel odébb. De most inkább az a kérdés, hogy vajon hogyan akarunk, melyik irányba, milyen döntéseket hoz az ember, maga? És ez az, amiben én szeretnék segíteni. Mindenféle információt eljutatni azokhoz, akik keresik azt, hogy meghozhassák a lehető legjobb döntést, mert az események fel fognak gyorsulni. Mennyire felgyorsultak az események, talán ez a videó legjobban fogja demonstrálni, ugyanis ez egy Magyarországon készült riport, és a telex jó voltából láthatjuk ezt. Elhangzik benne néhány mindenféle obszén kifejezés, illetve szexuális utalás a jellegénél fogva, hiszen a, a magyar aszexuális pride-ról lesz szó. Igyekszem én ezt felgyorsítani, amennyire lehet, de csak készüljön fel mindenki erre. Először tartom. Ugye először tartottak Magyarországon asexuális pride menetet, ha jól gondolom. Most ez az, amit én szeretnék bemutatni. Mielőtt nekivágnék, én nem akarom, mint ahogy azt már említettem oly sokszor, én a célom nem az, hogy nevetségesé tegyem ezt, vagy azt akarjam demonstrálni, hogy ezeknek az embereknek nincs létjogosultsága, vagy, vagy bármi ilyesmi. Én úgy gondolom, hogy mindannyian, megtévedtünk egy-két ponton az életben, ezek közül én elsősorban, hogyha valaki ismeri a én életutamat, akkor az tisztában van azzal, hogy ami hülyeséget lehetett, én megcsináltam. Viszont már a ez megváltozott, és én hálás vagyok az atyának azért, hogy megmutatta nekem, hogy az ő szava, a Biblia az, ami, ami valóban kiút ebből az egész hazugságból. És ez az, amit szeretnék továbbadni mindenkinek, hogy lássa meg azt, hogy nem, nem lesz kiút így se úgy se se, hogy ebből az egészből csak ez az egy és nem létezik másik. Szóval visszatérve erre, én nem akarom őket bántani vagy, vagy lealázni, meg megalázni meg nevetségesé tenni. Azt nem ígérem, hogy az iróniát azt vissza tudom tartani teljesen, de a célom nem az, hogy gyűlöletet keltsek, mert, mert egyáltalán nem az. Sőt, én nyitott vagyok akármilyen párbeszédre, bárkivel, aki meg tudja fogalmazni a gondolatait épkézláb módon, keressem meg, és én biztosítok lehetőséget neki. Neki erre. Ettől függetlenül még a, hogyha a még az az igaz, ez az életforma, akár ez, akár az összes többi ilyen gender kapcsolatos dolog, ez nem összeegyeztető hogy azzal, amiről a Biblia beszél, ezért hát nem tudom azt mondani, hogy ez jó, vagy, vagy csinálja mindenki a dolgát, vagy vállalja ezt. Ettől függetlenül csinálhatja tőlem, de én nem tudok egyet érteni ezzel, azért mert az írások nem értenek egyet ezzel, és én nem akarom, hogy bárki azt gondolja, hogy, hogy ez egy elfogadható életforma az atya szerint, ugyanis nem az, Szóval ez az, ami fontos. De nézzük akkor ezt a, ezt a videót a telextől. Az a szexuális felvonulás Budapesten, ez az Asex Pride. de rengetegen jöttek el az LGBTQ közösség tagjai közül, de ez elsősorban a magyar asex közösségről szól. A jelenlegi társadalmi berendezkedésben minden egyes nap egy kibaszott hetero felvonulás. Mert hogy egy hetero elmondhatja, hogy neki ki van, meg milyen van, meg hogy mennyire boldog a partnerével, meg hogy telegépén voltak nyaralni, de hogyha én kimerem nyitni a számot, és azt merem mondani, hogy én amúgy már ilyen tehát vagyok, és kurvára nem úgy akarok élni, ahogy szerinted az fasz, akkor azzal kell szembesülnöm, hogy jaj, te szegény biztos dramatizált, vagy, meg jaj, mennyi baj van az életben, és akkor mindig arra gondolok, hogy sok baj van az életben, bazd meg miatt. De hogyan definiálnád magad? Ugye rengeteg dolog elhangzott ebben a, a rövid bevezetőben, amit ez a hölgy mondott, és egyből én a közepébe vágnék ennek az egésznek, és megmutatok egy érdekes dolgot, ez pedig a következő. Az aromantikust is meg fogom mutatni, de ez a narcisztikus személyiség zavar, amit most így szeretnék még mindenek előtt felvázolni, mert én úgy hiszem, hogy ez, ez kapcsolódik ahhoz, amiről, amiről szó lesz most. Szóval, a következő a, a helyzet ezzel a nárcisztikus személyiség zavarral. Ez egy létező rendellenesség. Mindjárt megmutatom a tüneteit, hogy mik ezek. Annak érdekében, hogy a betegek megbirkózzanak szégyenérzetükkel, védekezésként saját érzéseik másokra való kivetítését, az ellentámadást, mások okolását használják, illetve mindent elkövetnek, hogy bebizonyítsák maguknak különleges voltukat. Hát nézze majd mindenki ezen a szemüvegen keresztül azt, ami elhangzik. A nácisztikus embereket általában kora gyermekkorúban éri a sérülés, mely az egészséges inkép kialakulását gátolja. Valószínűleg azt éreztették velük, bármit is tesznek, nem elég jók, alkalmatlanok. Csak ki az, aki másokat okol, aki támad, illetve aki bizonyítani akarja, hogy ő különleges? Erről szólt, amiről beszélt a hölgy az előbb. Ha kérdezhetem ezt kapásból. Demiszexuális transzférfi vagyok. Demiszexuális transzférfi. Mm. A demiszexualitás az az a az az szexuális um, spektrumon van, igazából uh, annyi, hogy um, a szexuális vonzalmat, meg um, így szexualitást azután tudok így létesíteni egy emberrel, hogy uh, vagy erős szerelmet, vagy barátságot, vagy valami érzelmi köteléket érzek így iránta. Tehát, hogy nem, nem csak így meglátom és tetszik, tehát, hogy inkább így a belső, belső az, ami megfog először ugye egy emberbe, és onnantól tudom így elképzelni, hogy bármilyen szexuális dolog legyen így köztünk, hogy, hogy meg, megvan úgy az a kapocs. Amit ugye? Hát nem ez a normális, amiről beszélt most. Én ezt akartam felvázolni az előbb, hogy olyan nagy feneket kerítünk annak, ami abszolút normális lenne. Arról beszél, hogy azzal tud szexuális kapcsolatot létesíteni, akihez vonzódik érzelmileg. Hát ez a normális. És akkor ezt elnevezítem szexuálisnak, és ő még ráadásul egy férfi, most egy külön dolog lesz ez a beszélgetés a férfivel kapcsolatban. A lényeg az, hogy Adtak egy nevet egy teljesen normális dolognak, mint ez, amit az előbb mondtam, és aztán ebből lett ez a demiszexuális dolog. Manapság elvárnak az emberek, hogy az bennem nem feltétlenül hogy én nem azt szeretném. Amit elvárnak az emberek, nem azt szeretném. Már erről is volt szó korábban, ez pedig egyfajta lázadás, ami egyre több emberben megjelenik és gyökeret ver, hogy éppen mi, az, a, az oka annak, hogy lázad, az sokszor nem is olyan fontos. Úgy látom, hogy rengeteg esetben inkább csak maga a lázadás a lényeg. Mindenki talál magának valamilyen valamilyen pontot, amiért lázadhat, és aztán azon az úton elindul. Van, akinek ez a kemtrél, van, akinek ez a laposföld, van, akinek ez a szexualitás. De másik dolog, ami érdekes ezzel kapcsolatban, az az szerintem legalábbis itt ebben a, a, videóban, hogy ezek az emberek az egész identitásukat a szexualitás köré építik. Mint hogyha én mennék az utcán, azt azt mondanám, hogy én egy heteroszexuális férfi vagyok, és mindenki figyeljen ide rám ezért. Kiválaszthattak volna száz más dolgot, ami, amivel ők azonosítják magukat, de valami oknál fogva erre jutottak. Van itt még egy másik ezen a webbetegen a narcisztikussal kapcsolatban, ez pedig a következő bármi kritikára, tiszteletlenségre túl érzékenyen időnként dű kitöréssel reagálnak. Mint ahogy a nők teszik azt, akármit, ha bárki valami kritikát megfogalmaz, akkor az már, az nem is tudom, mik ezek a szavak, de nőgyűlölő, rasszista, kirekesztő, szélsőséges, extrém, teljesen mindegy, hogy mi az, amit az ember kritikaként megfogalmaz. Vagy tiszteletlen, ha nem úgy szólítja, hogy mit tudom én, te demiszexuális vagy, vagy te férfi vagy, vagy akármi vagy, akkor ez a reagál. Leginkább azok lesznek ezeknek a kitörések a szemedő alanyai, akik legközelebb állnak hozzájuk. És ez a narcisztikus személy mindenkitől de leginkább tőlük várja el mindazt a szeretetet, mely egy gyermekkorában nem kapott meg. Házastársa a gyerekekkel elhiteti, hogy nem elég jók, értéktelenek így vetítve körülöttük levőkre saját érzéseit. Azért, mert az ember azt érzi, hogy ő nem elég jó, és ezt kivetíti a többi emberre. De nézzük, mit mond ez az úri ember. Egy pár kapcsolattól számomra nem ez lenne az alapja, nem ez a lényeg. És utána olvasa az interneten többször, több úgymond kudarc, bafulladt kapcsolat után jöttem rá, hogy igazán ez egy teljesen hétköznapi és normális, és úgymond elfogadott dolog, attól eltekintve, hogy az emberek ezt nem ismerik, vagy nincs róla információjuk. Normális. Szóval utána nézett az interneten, az internetről megtanulta, hogy ez, amit érez, ez mások is éreznek így. Persze, hogy éreznek így, ez teljesen normális, amiről beszélnek ők. Nem kellene ennek ekkor a feneket keríteni, de az embernek van egy hiányérzete belül, és különleges szeretne lenni. Itt van, erről írtak ennél a ö, problémánál, hogy bizonyítani akarják maguknak, meg másoknak különleges mi voltukat. Úgy, hogy egy teljesen természetes dolgot leír, hogy ő mindenképpen szerelmes akar lenni abba, akivel lefekszik, ez teljesen normális lenne, hogy így legyen. Ez a másik ember is ugyanerről beszél. És egy teljesen természetes dolgot különlegesnek ír le. És hétköznapi emberek vagyunk mi is, akik boldogok szeretnének lenni, de nem arról szól, hogy bemegyünk egy helyre rögtön, akkor és egy ital után az jut be, meglátva mondjuk egy hölgyet vagy egy urat, hogy akkor menjünk fel, és akkor hódoljunk a testiség oltárán. Mármint egy ilyen gondolat de, vagy fantázia szintjén sem. Nem. De ez, ez érthető, amit beszélek, hogy senki nem, a normális ember nem így gondolkodik, hogy úgy jár, kell az utcán, hogy ki az, akivel le tudok feküdni ez csak a mai világban lett így, azért, mert az emberek úgy viselkednek, úgy öltöznek, ezt nézik az interneten. De néhány évtizedet, ha visszamegyünk, mondjuk az emancipáció kora elé, ott nem ez volt a normál, hogy mindenki örökösen a szexualitáson gondolkodott. És leír egy normális dolgot, úgy, mintha az valami különlegesség lenne. És elvárják, hogy aztán mindenki más úgy tekintsen rájuk, mintha ők, mit tudom én, feltalálták volna a spanyol viaszt. Nem. Az aszexuális olyan ember, aki nem érez szexuális vonzalmat más emberek iránt, és akkor hozzátenném, és még, mint egy vessző volt, tehát ez meg egy mondat, hogy nem érez szexuális vonzalmat, vagy csak ritkán és bizonyos körülmények között. De mindenki ilyen. <laughs> nem? Mindenki csak bizonyos emberek iránt érez szexuális vonzalmat bizonyos időpontban, bizonyos körülmények között. Az egy beteg ember, aki állandóan csak arra gondol, hogy ki az, akivel le tud feküdni. Szóval mi ebben a nagy dolog? a szexként mindig az van, hogy így odajönnek az emberek, hogy jaj, te szegény téged, meg senki nem dugott meg, és akkor én így mindig fogom a fejemet, hogy az a szexualitás az a szexuális vonzalomról szól. És a vonzalom az nem egyenlő azzal, hogy én mit csinálok. Én nem érzek szexuális vonzalmat embertársaim iránt, mondjuk ránézek a világ legjobb pasijára vagy nőjére, és azt gondolom, hogy hm, jól néz ki, mert mondjuk nekem egy bejön esztétikailag, de hogy nem akarnám berángatni az ágyba, meg az zuhany le, meg nem tudom én hova. És akkor így ennyi. De érted, hogy valaki nézi ezt a videót most, és akkor ő olyan, hogy akárkit meglát, vagy a aki bonzó számára egyből csak azon gondolkodik, hogy, hogy ő le akar feküdni vele. Ezek teljesen normális dolg, amikről beszél. De valami oknál fogva ők ezt így élik meg, hogy. És, és én szerintem azért, mert ez egy narcisztikus személyiség zavar, amiben szenvednek ezek az emberek. De nézzük meg, és akkor ki fog derülni? Másik fontos jellemvonásuk, hogy szörnyen arrogánsak. Könnyen arrogánsak, önelégültek, látszatra nagyon magabiztosak. Figyelje mindenki így ezt a videót majd. Ez mind egy védekező mechanizmus része, magukat különlegesnek tekintik. Itt amiről ők beszélnek, hogy itt van egy kis csoport, mindenki csak bánt minket, nem tudunk megélni a világban, pedig... Hát én inkább ilyen szürke. szürke szexuálisnak nevezném magam. Szürke a szexuálisnak nevezem magam. Szóval még egyszer, nem bántásból mondom, csak azt akarom érzékeltetni, hogy ez egy személyiség zavar, amiben ők szenvednek. Én, én biztos vagyok benne. Vagy, vagy lehet, hogy több is. Bár én nem vagyok szakember, szóval, ne, hogy valaki azt így, hogy én ilyen diagnózisokat állítok fel, de hát itt olvassuk, szóval mindenki megnézheti saját magának. Mielőtt folytatnám. Tehát különlegesnek tekintik magukat, és úgy érzik, csak más hasonlóan tehetséges emberek képesek megérteni őket. Más, hasonlóan tehetséges, vagy hasonló. Ezért vannak ezek a felvonulások, mert ezek hasonló gondolkodású emberek, idézőjelből a tehetségük, akik ugye ugyanúgy éreznek, gondolkodnak, ugyanúgy azt hiszik magukról, hogy ők valamilyen oknál fogva különlegesek, ezért tömörülnek bele ebbe a csoportokba. Még akkor nézzünk egy picit ezt a bekezdést. Folyamatosan úgy érzik, hogy nem kapják meg az őket megillető figyelmet, tiszteletet. Mindez pedig azzal magyarázzák, hogy a többiek túlbuták és tudatlanok ahhoz, hogy őket elismerik. Mindjárt erről is lesz szó, hogy nevelésre van szükség, mert az emberek ostobák, nem értik ezt, ez valami új még. Tehát, hogy okvetlenül egy emberbe ránézve nem érzek szexuális vágyat, hogy most én mindenképp esetleg szeretnék ilyen irányú kapcsolatot létesíteni. Jó, ne aggódj, mert én sem, szóval már ketten vagyunk akkor. De a párommal szemben, akivel kialakult már egy érzelmi kötődés, ott en, tehát ott ez nem jelni, nem a szexuális utasítom el, csak... De még jó haver, de nem érthető, amit beszélek? Azt mondja, most el összefoglalom még egyszer. Arról beszél, hogy azzal tud szexuális kapcsolatot kialakítani, kialakítani, akihez vonzódik. Hát persze! Hogy ne! Nézzük tovább. Tán a vágyaim nincsenek olyan szinten meg, mint ahogy azt az emberek úgy egy hétköznapi értelemben gondolnák. Az van, hogy az aszexuálisok egy csomó félék, azt illetően, hogy milyenek az attitűdjük a szexirend, illetve, hogy milyen a libidójuk. Um, én azt tudom mondani, hogy um van egy ilyen elterjedt tévképzet, hogy szegény a szex otthonul és köt, és nincs szexuális élete. És hogy ez egyrészt nem igaz, mert a lehet szexuális élete, tehát lehet szexuális életet saját magaddal, meg mondjuk más emberrel is méghozzá azért, mert egy szexuális aktust nem csak az motiválhat, hogy én vonzódom a Józsihoz, hanem az is, hogy én gyereket akarok a Józsitól, és mondjuk van méhem és teherbe tudok esni, vagy mondjuk a Józsi megint tök jóban vagyunk, és meg akarok élni vele egy intim helyzetet, és mondjuk a szex az egy azért meglehetősen intim helyzet, vagy az is motiválhatja a szexuális aktust, hogy éppen semmi értelmes nincs a Netflixen, és akkor csináljunk valami mást a Józsival, vagy a Klári, vagy nem mindig szegény Józsit mondjam. Szóval egy csomó minden, és egy aszexnél ezek az okok pont olyan validak, mint egy nem a És ha belegondolsz, hogy szerintem egy hetero ember se csak azért szexel, mert vonzódik őrületesen, nem ezer másokból, meg egy meleg is, meg egy bi is, meg mit tudom én. És én azért megbolondulok attól, amikor így azt mondják, hogy a szexualitás egyenlő no sex, mert hogy ez tök nem igaz. Persze van olyan a szex, nyilván, aki abszolút nem szex. hát minden van. <laughs> Jaj. Flawless victory. Minden létezik. És akkor most fel, akkor mondok, mondok még egy kérdést, ami felmerül ezzel kapcsolatban, de még egyelőre felolvasom inkább elmondom mielőtt elfelejtem szóval hogyha van ez a csoport ugye, hogy feloszthatom az embereket aszexuálisra, meg bisexuálisra meg demiszexuálisra meg, meg végtelen ilyen, ilyen előjárót lehet gyártani, meg meleg leszbikus, az összes többire. Jó, akkor ez a szexualitás, meg, meg ugye belekeveredik ebbe a nem kérdése is akkor mennyi csoportra tudom felosztani az embereket még ezen kívül, mert akkor feloszthatom őket ú, azt szerint is, hogy milyen bőrszínű, milyen nyelvet beszél, milyen vallású, milyen kultúrából származik, milyen foci csapatot szeret, milyen... és akkor kreálhatok a társadalomban végtelen ilyen fragmentált csoportod. Pontosan ez a lényeg ennek az egésznek. Ha valaki esetleg eddig nem jött volna rá, így találta ki az ellenség, hogy megossza az egész emberiséget ezekre a végtelen csoportokra. Mindenki talál magának egy ilyen szegmensét a társadalomnak. Lesz valaki, aki Roma, leszbikus, mozgássérült, Manchester United szurkoló, munkanélküli, vidéki. Érthető. És akkor bele tartozik abban. Metszetébe a társadalomnak. Utána az haragudni fog a magyarra, aki szellemi fogyatékos, mit tudom én, ki gyerekes, akármi. külföldön élő. Érnető, annyi csoportot tudok kreálni, amennyit szeretnék. Minek akarjak én ilyen aszexuális, meg akármilyen szexuális csoportokba tartozni? Ez a, ez a világ legnagyobb dolga, hogy, hogy most én mit csinálok a szabadidőmben, meg kivel? ezért az utcára érdemes menni, meg kell. De persze, hogy kell, mert van ez a személyiségzavar, ami űzi hajtja az embereket, hogy menjenek és próbáljanak maguknak tiszteletet szerezni anélkül, hogy teljesítményt kelljen nyújtani. Szóval sokszor irigyek másokra, akikről azt hiszik, többet kaptak az élettől, noha szerintük ők sokkal inkább megérdemelnék. Mindjárt megmutatom, hogy ez is így van. Ugye mindenki, hogy mivel kezdődik ez az egész! Kie van meg, vannak, -e van meg? hogy mennyire boldog a partner... ...közül, de ez elsősorban a magyar aszex közösségről szól. Ré... Hogy mi az, amiről beszél? Megmutatom még egyszerre? Sokszor írják másokra, akik másokról azt hiszik, hogy azok többet kaptak az élettől, annak ellenére, hogy ők sokkal jobban megérdemelnék azt más többet kap, amit ők érdemelnének meg. A jelenlegi társadalmi berendezkedésben minden egyes nap az egy kibaszott hetero felvonulás. Mert hogy egy hetero ember elmondhatja, hogy neki ki -e van, meg milyen van, meg hogy mennyire boldog a partnerével, meg hogy teleri voltak nyaralni, de hogyha én kimerem nyitni a számot, és azt merem mondani, hogy én most bármilyen tehát arról, hogy szexuális vagyok, és kurvára nem úgy akarok élni, ahogy szerinted az fasz, akkor azzal kell szembesülnöm, hogy jaj, te szegény, biztos dramatizál. Érthető? Ez az, amiről szó, pont ez egy ilyen tanulmány lehetne narcisztikus személyiség zavarból. Irigyek másra és azt hiszik róluk, hogy azok többet kaptak az életet. Csak azért, mert én heteroszexuális vagyok, ezért hát az én életem jobb, és ezért ők irigykednek ezekre, mivel ők megérdemelnék sokkal jobban, mert szegény ők el vannak nyomva. Világos, gyakran fantáziának sikerről, hírnévről, ismertségről, mivel szükségük van arra, hogy így töltsék ki a lelkükben keletkezett érzelmi űr finish, finish, finish vagy tereljék el az elégedetlenség érzetükről gondolataikat teljes joggal egyébként elégedetlennek érzik magukat ezek az emberek hisz a világ az eléggé üressé, meg sivárrá vált, nincs semmi élvezet már az embereknek az életében szóval ezért van az, hogy az utcára kell járni ahhoz, hogy megszerezze ezt a valamiféle értelmet találjon az életének, hisz amúgy nincs, mi lenne az élet. Elmegy dolgozni, hazamegy aludni, az kész. Elmegy az edzőterembe, meg fantáziál arról, hogy majd ő valaki lesz csak azért, mert elmondja nyilvánosan, hogy ő kivel szeret lefeküdni, meg mikor szeret lefeküdni nem egy ilyen kettős nyír és akkor egyértelmű következmény, illetve van egy csomó ember, aki nem szexel, és nem a szex. És a másik dolog, amit kikészít, amikor így emberek azt mondják, hogy ja igen, én is már két éve nem szexeltem a pasimmal, én is a szex vagyok. Figyelj, baszd meg, én nem tudom, hogy te mi vagy, de azért, mert nem szexelsz, azért nem vagy a szex. Nem mindegy, kit érdekel, hogy hány éve mit csinált a pasiával, nem érdekel, hogy mit csinált, meg hogy minek hívja magát. Megyek, élem az életem, mintha mi se történt volna. Nem tudom, hogy én látom-e rosszul, vagy én gondolom-e rosszul, de ha valaki e ezen gondolkodik naphozat, és próbál, és ezen idegesíti fel magát, ennyire meg felhergeli magát, hogy ki mit gondol róla azért, hogy ő mit fantáziák kivel, meg mit csinál, én szerintem valami probléma van ezekkel az, az emberekkel akkor. Itt Így van, ez összefoglalta az egészet ami eddig történt, ez a nagy lélegzetvétel, mert ő is tudja, hogy ez komikus, amiről, amit csinál. Nácisztikus emberek szokatlanul önzőek, önzőek. Bármi, ami érdekes számukra, elsősorban róluk szól. Elsős, ami érdekes, az róluk szól. Kivel fekszek le, kivel mit akarok csinálni, én felvonulok, megmutatom, hogy én milyen különleges vagyok. Ma már itt tartunk, Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem százezren vagyunk. Igen, 150 nem voltak, ez kiderül majd később. Most a menet hivatalosan elindul. Gyertek utánam és érezzétek magatokat nagyon jól. ugye hát ez az első ilyen a szex felvonás, amiatt is tartom tök jónak és fontosnak ezt, mert ugye az a szexualitásról nem beszélnek annyian az emberek. Tehát, hogy most oké, okay, a transzeműség, a melegség, biszexualitás, leszbikus meleg, stb. Tehát, hogy erről azért, erről azért úgy szól valamennyi úgy a médiában, és erről tudnak az emberek, de az a szexualitás mindenki csak úgy, úgy könyveli el, hogy jaj, majd kinövöld, meg jaj, még nem volt egy olyan jó partnered, aki jól megcsinált volna, és akkor hú, de jó, és na majd rájössz, hogy milyen jó a szex, és így nem, ha vár. <laughs> nem erről szól. És, és, van, aki ugye, tehát, hogy úgy a szex, hogy ugye, tehát, hogy egyáltalán nem akar semmi szexuális, szexuális. Szóval még egyszer, valahogy különlegesnek kell látszani, hogyha már az ember nem tudja ezt elérni a teljesítményével, akkor kitalál magának ilyen fiktív kategóriákat, és akkor megpróbálja ezt úgy. És én nem bántásból mondom, mert én megértem ezt, a világ az eléggé személytelen, az ember teljesen izolálva van, nincsen semmiféle értelme az életének, még annak se, aki esetleg nem dolgozik. De ha valaki elkezd dolgozni, akkor onnantól kezdve vége van, elmegy munkába, semmi ideje nincs, egy gyötrődik, küzd, próbál életben maradni, nincs egy közösség körülötte, nincs egy családja, nincs egy semmije, úgyhogy nincs értelme az életnek, szóval én ezt fúra megértem. A nácisztikus emberek tehát szokatlanul önzőek, és bármi, ami érdekes számukra, az elsősorban róluk szól. Egyszerűen nincs elég energiájuk ahhoz, hogy mások igényeit vagy érzéseit figyelembe vegyék, mivel az ő igényeik sincsenek kielégítve. Nem meglepő ezek után, hogy túlságosan is el vannak foglalva azzal, hogy megszerezzék saját lelki szükségleteiket. Saját lelki szükségleteikre figyelnek, és nem a másokéra. Képtelenek bármit is adni, amit ők maguk sohasem kaptak meg. Én javaslom mindenkinek, hogy mentse el ezt a webbeteg cikket. Nézze ezt át alaposan. És ezzel a szemüvegen keresztül próbálja meg a világot szemlélni, mert a világ az ilyen lett. Tele van ezekkel a narcisztikus emberekkel. És amennyire mindenki dobálózik ezzel, hogy narcisztikus ez, narcisztikus ez, fogalma sincs arról, hogy mit jelent az a kifejezés. Ezt jelenti a narcisztikus, nem mást. A narcisztikus nem csak azt jelenti, hogy valaki beképzelt, meg arrogál, szóval ez narcisztikus. Nem, ez sokkal összetettebb annál, mint ahogy az itt is világossá vált. De nézzük tovább ezt a bejátszást és hát és azoknak például annyira nehéz, nehéz így párt keresni, meg párt találni, mert bárkinél így kimondott, hogy amúgy a szex vagyok, akkor így Jézusom is nem szeret szexelni, Úristen, és így, és így ez, ez így az első reakció. Annyira sok tudatlan és, és ilyen buta ember van, aki így be van zárkózva, hogy, hogy igen, nő és férfi, és szex, és gyerek, és házasság, kutyamacska, gyerekautó, és akkor ennyi, és ez az élet. És hogyha valaki más, hogy él, nem heteró, és, és, nem akar szexelni, és a többi, akkor az már ennyi, akkor az nem is létezik, az egy űrlény undorító, fú, és a többi, és ez nagyon lehangoló. Én megértem, amit mond. Én együtt érzek azzal, hogy, hogy nehéz úgy élni, hogy a társadalom kirekezt magából. Különösen amiatt, ahogy ők éreznek. Szóval én együtt érzek, és én nem is akarom ezt a, ezt a problémát kisebbíteni, vagy esetleg, hogy úgy tűnjön, hogy én, én ezt nem veszem figyelembe, mert, mert én megértem, amit mond, és nem is találom nevetségesnek, vagy, vagy, semminek. Igazából csak azt akarom ezekkel a videókkal elérni, hogy gondolkozzon mindenki hosszú távon, illetve nézze meg, hogy hogyan jutottunk el idáig, mint emberiség, és rá fog jönni, hogy nem úgy jutottunk el idáig, hogy asexuális demisexuális, euh, transzneműek voltunk. Ugyanis úgy nem lehet eljutni sem eddig, mint egy kollektíva. És mondhatjuk azt, hogy a, úgy, is, úgy is túl fogjuk élni, meg úgyis lesz. Nem, ez nem így van. Hogyha eléri a társadalomban ez a fajta gondolkodás a megfelelő, illetve nem megfelelő, hanem egy bizonyos százalékot vagy arányt, akkor onnantól kezdve a társadalom megszűnik létezni. Az embereknek a fele nem lehet transznemű, meg, meg transgender, meg meleg, meg ilyenek, mert akkor csak kihal a, a társadalom. Ezt be kell, hogy lássa mindenki. Van egy termékenységi ráta, amit el kell érni egy társadalomnak. Ha azt nem éri el, akkor kihal. Szóval van ennek egy, egy sokkal fontosabb, meg alapvetőbb, eszenciálisabb. Vonzata is. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ó, csak egyszerűen csinálj mindenki, amit akar. I igen, persze kényszeríteni se lehet mindenkit, viszont lehetne úgy alakítani a társadalmat, hogy ne az legyen a király, aki így gondolkodik, aki ezeket a nézeteket vallja, hanem az, ami normális, ami eddig volt, legyen az újra a mérce. És nagyon sok ilyen van Magyarországon, sajnos szóval a láthatóság szempontjából annyira szuper fontos, hogy itt sétáltunk az Andrásin, és, és és vittük a zászlót és megmutattuk, hogy mi létezünk. És én imádom a nagy Pride-ot. Nem érdekel senki. Most már az aszex közösséggel évek óta kimegyünk a Pride-ra, vannak zászlóink, de hogy szerintem az is tök fontos, hogy a külön Budapesten volt már leszbikus vonulás, volt már trans Pride, és hogy az albetűnek is eljött az ideje. Szóval megint csak visszatérhetünk ide. Az túlságosan el vannak foglalva azzal, hogy megszerezzék saját lelki szükségleteiket, Másokéra nem figyelnek. Nincs elég energiájuk, hogy mások igényeit, érzéseit figyelembe vegyék. Az övé nincs kielégítés. Szok szokatlanul önzőek. Most már ez a, a ABC csoport, ez a mindenféle, amiről az előbb szó volt, ezek most már elkezdik saját magukat is felfalni, meg kiirtani, meg harcolni egymással, már nem elég az, hogy van LMBTQ akármi, most már kell egy külön aszexuális pride. Értető? Szóval volt eddig az LMBTQ, nem, úgy indult, hogy meleg felvonulás, aztán lett belőle ez az LMBTQ pride, most már kell egy külön pride az aszexuálisoknak, mert lesz külön pride mindenkinek most már, hamarosan. Azért, mert ez elkerülhetetlen a csoport, folyamatosan osztódik fel kisebb darabokra, azért, mert kialakult az emberekben ez az áldozat szerep, meg ez az igény arra, hogy komolyan vegyék őket, meg foglalkozzanak az ő érzéseikkel, meg stb. És ezt nem tudják elérni, úgy, ha benne vannak az lmbtq ba mert az túl nagy csoport. Másik ember csak addig fontos számukra, amíg az pozitív hatással van rájuk, mint az LMBTQ csoport. Most, hogy már nincs, most már mehetnek a francba, csináljunk egy saját felvonulást. Ez lehet akár úgy, hogy valamilyen pozíciót köszönhetnek neki, vagy csak egyszerűen csodálja a narcisztikus betege? A lényeg, hogy ismételten csak róluk szóljon a történet. Szóval valami pozíciót köszönhetnek neki. Mindent csak kihasználják az embereket. Nem feltétlen mindenki, vagy épp ez a hölgy döntse el, bárki elemezze magának. Mindenkinek van józan esze, nem kell hozzá. Géniusnak lenni, hogy lássam, hogy miről van szó. Hát tök nehéz belőni, hogy hányan vagyunk, mert szerintem egy csomóan vannak úgy... Hát be, nehéz, mert 150 en volt azok ott, szóval, hogy nagyjából van az embernek egy elképzelése. Mint én voltam 36 éves korom, hogy nem tudták, hogy a szexek, mert hogy tök más gondoltak ez alatt a szó alatt, mint amit jelent. Persze van ez az... De semmit, normálisnak gondolták. Az, azzal akarok lefeküdni, akit vonzónak találok meg, aki... aki felé érzek valamilyen érzelmet. Na, ez volt az emberek 95%-a egészen 60-as évekig. Akkor őrült meg a világ, azt most ez megváltozott az egy százalék, amit mindenki mond, de azért nem biztos, hogy ez az 1% ez mindenkit magába foglal, aki az aszex alatt van, mert hogy az 1% az én úgy gondolom, hogy azok csak a full emberek, és az aszexualitás az egy spektrum. De ha számolod, hogy mondjuk legyen Magyarországon 10 millió ember, akkor Magyarországon van kb. 100 ezer aszex, az rengeteg ember, vannak full emberek, itt áll előtted most egy, illetve vannak olyan emberek, akik néha éreznek szexuális vonzalmat, és akkor ők lehet, hogy nem full aszexnek definiálják magukat, nem mondjuk szürke szexnek vagy de Hát aki nem mindig érez a szexuális vonzalmat, hát az mindenki, nem? <laughs> Aki mindig szexuális vonzalmat érhez, az, az valami beteg. A szexfüggőnek hívják, vagy nem is tudom minek. De attól hogy még az a szex ernyő alatt vannak. Szóval azt akarom mondani, hogy remélem, hogy ha néz minket valaki, aki a és a szekrényben kuporog, akkor kurvára tudjátok, hogy nem vagytok egyedül, mert nem vagytok egyedül, mert látjátok, hogy mennyiért itt vagyunk. Nagyon a an jöttek el, közülük nem mindenki helyezkedik el az a szexuális spektrumon, egyszerűen csak támogatják a szexuális kisebbségeket. Jó, nézzük tovább ezt akkor. Náciztikus személyiség zavara érők viselkedésének legfontosabb ismérve a bizalmatlanság és a gyanakvás. Ennek megfelelően az alábbi és formákat követik, mindjárt visszatérünk. Binarynek vallom magam, tehát hogy nem binárisnak. nap. Támogatják a szexuális kisebbségeket. non vallom magam, tehát. Nem bináris, ezt úgy mondják magyarul, non-binary. Ez elmondja ő. Hát, hogy nem binárisnak. Ezért szeretem támogatni minden Rajdós és minden LGBTQ-s ismerősömet. Ma milyen, 2023-ban Magyarországon ehhez a közösséghez tartozni? Na, óriási fenomenális, milyen lenne olyan, mint az összes többi. Milyen Magyarországon szemetesnek lenni, aki a kukákat szedi össze hajnalba? Milyen ehhez a közösségnek tartozni? Milyen a kőművesnek lenni, aki minden 5 órakor indul el? Utazik másfél órát, hogy elérjen a munkába, azt az esőbe rakja a téglát. Milyen ahhoz a közösséghez tartozni? Milyen pedagógusnak lenni? Arról van szó, hogy az ember kitalál magának egy szexuális kategóriát, és akkor sajnálni fogjuk, meg indítunk egy ilyen mozgalmat, majd, hogy mentsük meg őket, mert milyen borzasztó neki. Milyen érzés vidéken idősnek lenni, 30 ezer font nyugdíjból tengődni? Milyen érzés ahhoz a csoporthoz tartozni? Miért nem arról beszélünk? Egy kicsit érdekes, egy kicsit félelmetes, hogy ha a rossz embernek mondom meg akkor, lehet, hogy ők kitaszítanak, pedig. Vannak emberek, vannak barátom, hogy nem a legjobban állnak ezek a, ehhez a Pride-hoz, de ott még elfogadnak teljesen, tehát szerencsére nincsen ezzel túl nagy gondom. Én konkrétan a... De, de van, akit mindenki elfogad. Ha én elmegyek egy akárhova, engem is a fogadnak tárkarokkal mindenhol. N nem úgy élem az életemet, hogy fú, na végre itt van! De király, meg gyere! egyáltalán senkit nem fogadnak mindenhol tárkarokkal. A különbség az, hogy egy normális önértékelésen rendelkező embert nem érdekel, mint ahogy engem nem érdekel, ki mit gondol, vagy hol fogad szívesen. Vagyok, amilyen vagyok, az kész, kinek bejön, bejön, akinek nem, nem. Igyekszem nem bántani senkit, de nem akarok meggyőzni senkit arról, hogy milyen nagyszerű vagyok, az fogadjon el. Saját fontosság nagyzoló érzése raját teljesítmény vagy tehetség eltúlzása, az elismerés, elvárása, megfelelő teljesítmények hiányában. Mint itt is. Gyereke miatt vagyok itt, mert, mert támogatom őt. Is. Igen, támogatja a gyerekét. Azt se tudta, hogy létezik ez a dolog. Fogalma se volt, hogy mi van, és most már a gyerek meggyőzte, hogy ez egy valós probléma. Szeretném, hogyha tehát minél többen, hogy uh, mondjam, tájékozottak lennének arról, hogy mit, mit, is jelent az aszexualitás. Amikor először tisztába kerültem azzal, hogy mi, mi is ez az, az aszexualitás, hogy, hogy valószínűleg ez azzal fog járni, hogy én nem leszek nagymama, illetve hát nem az érintett gyerekem által, akkor, akkor azért megijedtem, mert hát a van egy, egy, kép, egy elképzelés a gyereke jövőjéről, hogy de most mondta el, hogy az nem ezt jelenti, az asszexualitás nem azt jelenti, hogy nem lesz gyereke, erről beszél már 8 perce, hogy az van egy spektrum, meg akármi lesz. Majd hogy fog élni, hogy lesz boldog, de azt aztán sikerült, ö, szerintem elég gyorsan átértékelnem, és belátnom, hogy az, hogy boldogan éljen a gyerekem, nem biztos, hogy hozzátartozik a hagyományos párkapcsolat, nem biztos, hogy hozzátartozik feltétlenül az, hogy gyereke legyen, illetve ha gyerekre vágyik, lehet örökbefogadni. Tehát annyi, annyiféle módja van annak, hogy, hogy egy ember boldog lehessen hát persze, ja, van, de még mindig azt nem oldották meg azt a problémát, amit már én felvázoltam számos alkalommal, hogy könnyű a, a nagy arca járkálni az utcán, míg az ember 10-20 éves, meg akár 30-as éveiben van. Most a 10 nyilván egy kicsit korai ehhez, de a 20-as éveiben, meg a 30-as éveiben könnyen van nagy pofával az ember, mint hogy én is úgy voltam vele, nem érdekel semmi, úgy voltam vele, hogy majd lesz valami, csinálom azt, ami nekem jó. Csak aztán hamar eltelnek azok az évek, és mikor belép valaki a 40-es, 50-es, 60-as éveibe, meg a 70-esben, az ott van egyedül, akkor mehet az utcára, hogy ő a szexuális, meg engem nem érdekel a szex, meg nem érdekel a család, meg a gyerek, meg csak a karrierem érdekel, meg a munkám, meg ezek. Nem tudom, hogy hogy fognak, ha egyáltalán, hogy gondolkozik -e ezen valaki, mert már van egy generáció, vagy több is szerintem, aki növöget fel, így, ezek a régi feministák, meg ezek a, az erős független emberek, akik majd csak csinálják úgy, ahogy ők akarják. Persze, ők most 40-50-60 évesek egyedül a macskákkal benne az emeleti lakásba, a kockába. És akkor az vajon egy nagyszerű élet? Most könnyű hőbörögni, míg 20-as éveiben van az ember, meg 30-as. Téd a világ, azt csinálsz, amit akarsz. Mész, bulizol, szórakozol, ezzel, azzal, amazzal. De amikor 40-es éveidbe kerülsz, meg 50-es, már az, ami most érdekesnek tűnik, az addigra már rég. A múlté lesz. De akkor meg már késő lesz, érthető? Ez az, amire én fel akarom hívni a figyelmet. Akkor már késő lesz észbe kapni, hogy de jó lett volna, hanem a hülye. Igen. De már mindegy. Ops, de térjünk csak ide vissza egy pillanatra. A sikerről, szépségről, hatalomról, éles elmélyűségről, ideális szerelemről, ideális szerelemről való fantáziálás. Meggyőződés önmaguk különlegességéről, mint ahogy itt is ugye a szexuális pride. Túlzott mértékű csodálatnak az elvárása. Mindenki figyeljen oda arra, hogy ő milyen különleges, mikor semmit nem csinál. Ugyanazt csinálja, meg gondolja, meg érzi, mint amit a 90%-a az embereknek. Indokolatlanul kedvező bánásmód, vagy az elképzeléseikkel való együttműködésnek az elvárása. Ez mindig az erre a csoportra, az összes kivétel nélkül először azt hittem, hogy ez tényleg csak arról szól, hogy, az ember nem szexel. És hát van, jó, hát ez most ki csinálja, ki nem. De aztán szépen lassan, ahogy a gyerekemmel beszélgettem, rájöttem, hogy, hogy, hogy egy sokkal többnél, többről van ennél szó, hogy tényleg ez is egy szexuális irányoltság, amiről tudni kell, amiről beszélni kell. De, minek, is, minek is beszélnénk? Arról sem beszélünk, hogy ja, én normális vagyok, az kész, nem az utcán, jövök, megyek, azt magyarázom mindenkinek, hogy én ugyanúgy érzek, mint ahogy az emberek 90 százalék, vagy 90 a történelem során. Lehet, a 100 milliárd ember az életét, úgyhogy nem beszélt erről állandóan, hogy mit érez. Ami fontosabb talán az meglátni, hogy a társadalom az embereket szépen lassan tönkreteszi, és az, hogy elszigetel minket egymástól, hogy a közösségeket megszünteti, ezzel a személyiség az, az igen nagy nyomás alá kerül, és sérül is. Ugyanis szüksége van az embernek kapcsolatokra, de nem tudja ezt megszerezni. Családban nincs otthon, a fele emberek elválnak a gyerekek mellett, nincsen testvére, vagy egy testvére van, elmegy kollégiumba, nincsen már meg az a szoros közösség, mint régen volt. Ezért van ez a rengeteg mentális probléma, mint hogy ezt is láthatjuk. Mielőtt tovább mennék, Végső célom az olyan, hogy érjünk el egy olyan társadalmat, meg világot, ahol tényleg felesleges vonulgatni. Mert hogy én amúgy egyetértek a szélső jobberekkel, hogy miért vonulgatni, tök egy olyan hely, ahol ez, ez nem kell. Csak az a baj, hogy most még kell. Amikor De fölösleges vonulni egyébként, bár nem tudom, mert most úgy tűnik, hogy a társadalmat azért lehet amortizálni ezzel a módszerrel. Szerintem ez is hozzájárul, úgyhogy visszavonom, nem biztos, hogy fölösleges vonulni már. Annyi eszköze létezik az agymosásnak, hogy ezzel kreálnak egy ilyen szúdó közösséget, egy, egy ilyen áll közösséget, ami olyan, mintha lenne valóban egy közösség, ahol az emberek egymásért léteznek. De ha eleget tudnánk várni, akkor mindenki látná azt, hogy ez a közösség is fel fog oszlani majd kisebb csoportokra lesznek a alacsony aszexuálisok, meg lesznek a túl magas aszexuálisok, a női aszexuálisok, a férfi aszexuálisok, mit tudom, hogy milyen aszexuális? Szóval ez az örökké valóságig aprózódik ez a, ez a, csoportos gondolkodás, ez a nyáj gondolkodás. Tehát semmilyen zsoltféle politikusok azt mondják, hogy mi rombolni akarjuk az egészséges társadalmat. De lényegében sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, és igyekezni fogok finoman fogalmazni, de valamilyen szinten ez a fajta magatartás ez deviáns, az az eltér a normáltól, definíció szerint legalábbis és, és, és destruktív a, a társadalomra is, mert a, akár tetszik, akár nem vannak biológiai kívánalmai annak, hogy egy társadalom megmaradjon, mint ahogy ezt az előbb felvázoltam szóval még ha ha ne, abban feltétlen, vagy abban én nem értek egyet, hogy üldözni kéne ezeket az embereket, hogy kidobálni a, a háztetőről meg, meg megölni, mert egyáltalán nem, de, de még az sem hogy hogy megkülönböztetni, vagy meg gúnyolni, vagy bármi még akkor is, hogyha egyfajta iróniát mindenkinek vállalnia kell mint ahogy azt, azt nekem is, de de a társadalom egészére nézvést ez a magatartás ez, ez hosszú távon káros ahelyett, hogy elkezdünk mentegetőzni, szerintem mondhatjuk azt, hogy a maga szempontjából nagyon is igaza van. Mert ha szerinte az az egészséges társadalom, hogy ő mindenkinek beleszól a magánéletébe, akkor igen, azzal nem értünk egyet. Viszont nem mi vagyunk az erőszakosak. 2023-ban, amikor nagyon sok dologra azt mondja a kormány, hogy az az propaganda, vagy akár törvény ellenes, akkor, akkor, mennyire könnyű előbújni. Akár az olyan, hogy hello, én más vagyok, akár csak a szexuális, akár meleg, akár tanz, bármilyen. Na, milyen is akkor? Önzőség, mások kihasználás, a saját célok érdekében a külvilág megítélésének központjában önmaga áll. Minden, amit látnak a világról ezek az emberek, azt magukhoz viszonyítják. Mit gondol a világróluk, hogyan beszél róluk, mi hogy alakítja az életet, mi az, ami nekik jó. A saját nem tud mások a helyzetébe belehelyezkedni. Hogy empátia hiánya képtelenek felismerni és átérezni mások érzéseit, szükségleteit. Mint például ezzel kapcsolatban, hogy van ennek egy sokkal szélesebb körű következménye ennek a viselkedésnek. Gyakran éreznek irítséget, mások által irigyelt személynek hiszik magukat. Gőgös, fennhiázó magatartás, kudarcot rosszul találják. Mint ahogy sokszor a hangukból ez érződik. Hát szerintem egy egyre nehezebb. Um. Egyre nehezebb? De, 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 hogy, de hogy lehetne már egyre nehezebb? menjen vissza mindenki 50 évet az időbe. 50 évvel ezelőtt még ezt majd, hogy nem csak büntették ezt a magatartást. A kommunizmusban biztos, hogy nem nézték jó szemmel. Sőt, nem az, hogy nem nézték jó szemmel, hanem még akkor a közerkölcs, meg a morális gondolkodás is más volt. Szóval visszamegy valaki száz évet az időbe, nem vonultak volna így, mint ahogy Ukrajnában, meg tőlünk keletre nem is vonulnak így. Szóval azt mondani, hogy egyre nehezebb, az csak nem, nem, reális, az, nem, az olyan, mint az ember egy álomvilágban. Egyre könnyebb lesz erről szóval Nem tudom, hogy mi az, amit gondol, hogy egyre nehezebb. Így a büszkén és, és nyíltan láthatónak lenni. De minek, mire is lennél büszke egyébként? Nem, büszke az ember arra a teljesítményre, amit elért, amit megdolgozott, amit tanult, amiben jó, amit szeret, amit csinál és akkor arra büszke, arra, hogy én vagyok valami, arra nincs milyen büszkének lennem. Ha azt mondja, hogy ő így született, mit legyek büszke arra, hogy így születtem? Nem? Tényleg fölösleges. A, nem vagyok büszke én is arra, hogy a, én heteroszexuális vagyok, nem megyek az utcán, hogy na, én ez, erre nincs miért büszkének lenni, amiről most beszél. Egyik oldalon azt mondja, hogy ő ilyennek született. Másik oldalon meg azt mondja, hogy ő büszke erre. Minek büszke arra, hogy olyannak született? Nekem is idefelé jövőt ketten a buszon, és igazából ott van az a helyzet, hogy így, én nem tudsz ezzel mit kezdeni, vagy én, én, személyesen inkább lefagyok, és, és, és ez egy ijesztő helyzet. Úgyhogy miért, szem... bocs, az esernyőd miatt, vagy miért? Nem, 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 tudom, a, a, a sapka a főbevaló, vagy az, hogy esetleg ránéznek ránézek valakire, és lehet, hogy, az, hogy azon gondolkodtam, hogy ha csak azért mondjuk ránézek a másikra, ő észreveszi, hogy, hogy ránéztem, és akkor így elkezd így Fur... Na, az élet nagy dolga egyébként, most arról van szó. Ránézek valakire, meg, meg megszólnak azért, mindenki tapasztalja ezt, mindenki tapasztalja ezt a dolgot. Megszólnak azért, mert eláll a fülemben, hogy áll a fogam, milyen hajam van, milyen ruhában vagyok, miért vagyok olyan cipőben, miért ezt szeretem, miért ezt a csapatnak szurkolok, miért ezt a zenét hallgatom. Ilyenek az emberek, teljesen mindegy, őt csak ezért. De a másik oldalon, hogyha egy férfi felöltözik úgy, ahogy ő, akkor jobban jár, hogyha felkészül arra, ami azzal jár. Szóval, hogyha valaki a tűzel játszik, akkor a füstjét is szenvedje, azt mondják. Ezt csak egyszerűen el kell fogadni. Olyan világot szeretnénk teremteni, ahol nem lehet semmiért szólni, ahol csak egyszerűen mindent cenzúrázni akar, amit mond valaki, az lesz. Kínában már megy a társadalmi vagy a szociális kreditrendszer, ez itt is így lesz, meg mindenhol. És akkor ők lesznek azok, akik majd a legjobban fogják sajnálni, hogy ezért a rendszerért harcoltak. Ha ebben életképtelenek, akkor szerintem abban is azok lesz. Kutcsa helyzet volt. De azt gondolom, hogy pont emiatt fontos, hogy így közösségben legyünk, és hogy erőt adjunk egymásnak, és és hogy egyszerűen láthatóak legyünk, mert akkor, akkor majd nem lehet nem tudom, elnyomni minket. Neked most milyen transzként Magyarországon? Nem lehet elnyomni minket. Nem tudom, hogy ki az, aki elnyomja ezeket az embereket, vagy vagy mire gondol. Most már még Magyarország is attól tartok, hogy lassan beadta a derekát. Van itt még a tívány.hu-n is egy nácisztikus dolog, és csak világ. Nem, bocsánat, villám gyorsan annyit, hogy a nácisztikus személyiség ember imád magáról beszélni, mint hogy ezek is állandóan csak arról beszélnek, hogy ők milyenek. Hozzád beszélnek, de nem veled beszélnek. Tehát csak azt várják, hogy mikor mondhatják már el azt, amit ők akarnak mondani, minél érdekesebb sztorit mondani, a saját nézőpontjukat közvetíteni. Következő figyelmeztél, könnyen megsértődnek, mint ahogy ők is. Hát látjuk, hogy valaki rosszul néz rá a villamoson, vagy beszól neki azért, mert, mert úgy öltözik, mint egy bohóc, akkor megsértődik. Lekicsinlenek másokat, illetve a hierarchiák megszállottjai, mint ahogyan működik ez az LMBTQ, ki a jobban hátrányos helyzetű, meg ki az, aki jobban áldozott, mint a másik. De ezt már nem is, éppen már nem is megyünk bele. Én javaslom, hogy mindenki nézzen utána, aki akar. Hát nem a legjobb igaz. És akkor megint csak előjön az, hogy milyen nehéz neki, milyen rossz az ő sors, milyen sanyarú az élete, és sajnálni kell. Azából, mert már az a baj, hogy annyira zárkózott így ez az egész ország, meg hogy attól függetlenül, hogy így próbáljuk azért ezt így népszerűsíteni, meg, meg, ilyenek, nagyon sok zárkózott ember van, és eléggé rosszul fogadják általában. Szóval sokszor megkapom ezt a, jaj, nem vagy férfi, csak még fiatal vagy, és majd rájössz, meg, meg, meg hogy jaj, olyan sz Hát de könyörgöm, nem tudom, hogy ki az, akinek el kell árulni ezt a rossz hírt, hogy nem férfi, de nem férfi, és attól tudok, hogy nem is lesz az. Szóval teljesen mindegy, hogy nem vagy férfi, hát hogy is lehetne az? Szép nő vagy, mert akarsz férfi lenni, meg, meg férfinak se jobb, meg, meg, ilyesmi, és így nem, az, nem azért vagy a férfi, mert, mert, annak jobb lenni, és, én ezt választottam. Tehát, hogy sok ember azt hiszi, hogy ezt mi választjuk, hogy na én most férfi akarok lenni, mert az hú de jó. Ez csak van, és, és én így érzem, hogy ez vagyok. És akkor kíváncsi lennék egyébként, hogyha megkérdeznénk, hogy mi is az a férfi, hogy mi, mikor azt mondja, hogy ő férfi, akkor mi az, amit ért azon, hogy ő férfi? Hogy kérdezzem már meg, hogy akad a videó, mert még az a helyzet, hogy még nekem is itt a képernyőn akad, amikor én lejátszom, szóval kíváncsi vagyok, hogy a videóban ez benne van, és csak annyit írjatok már meg, hogy, hogy akad-e, vagy, vagy megy-e folyamatosan, mert ez csak a Youtube ráadásom, még csak nem is videót játszok le. Persze majd meglátjuk, hogy a, a weboldalon, mert ez ugye felkerül oda is, hogy ott akad-e. És Rengeteg ember van, aki tökre nem úgy él, ahogy szeretne, és nem is a ének megfelelően, mert annyira elnyomás van és frusztráció, vagy nem, nem meri ezt így, ezt így felvállalni, stb. És, és az a szexualitással is ez van, hogy szerintem rengeteg ember egyszer nem, nem meri ezt felvállalni, és nem ismeri mondani, hogy amúgy ez a helyzet, és ez vagyok, mert rögtön jönnek az, az, az a izé, szexuális. szexszerű. De <síns> a, még egyszer, most megint csak a bohából elefántot csinálnak. Van, biztos vagyok benne, hogy ebben az országban, amiben élünk, van több millió ember, aki a lét minimum alatt él. Sőt, hogyha elmennénk mondjuk keletebbre tőlünk, vagy Dél-Amerikába, vagy Afrikába, akkor majd, hogy nem csak olyan emberekkel találkoznánk, akinek nem hogy az a baja, hogy ő nő létére férfi akar lenni, vagy ő aszexuális, vagy demiszexuális, vagy milyen szexuális, hanem hogy mi az, amit fog enni, vagy inni rosszabb esetben. 800 millió ember éhezik, és tudom, hogy nem lehet összehasonlítani, de mégiscsak azért gondolkozzon el mindenki az, hogy van 800 millió ember, aki éhezik, van 2 milliárd ember, akinek ott él a létbizonytalanság határán, és ők azt mondják, hogy az ő életük nehéz Magyarországon, ahol bemegyek a boltba, azt, azt veszek, amit akarok, ahol ilyen himi-humi munkákkal meg lehet élni, hogy mit tudom, eladó egy boltba, vagy ide tolom az aktát, meg oda tolom, gond nélkül, az állam támogat mindenféle hülyeségeket már, csak ossza az ingyen pénz kifele. Míg az emberiségnek a túlnyomó többsége küzd azért, hogy mit fog enni. És akkor sajnáljuk őket. A világban, ahogy a szexuítás megjelenik, úgy érzem, hogy az, a számomra idegen, és hogy nem oda tartozom. Igen, én is ilyen vagyok, tudod, én is úgy érzem. Én is úgy járok, kelek minden a pillanatomban, hogy ki az, akivel le tudnék feküdni, meg hány nővel, meg hogy, meg mit csinálnék én is, én is idegennek érzem, mégsem megyek az utcára. Én idegennek érzem azt is, amit ők csinálnak. Meg egy csomó más dolgot. De az ember nyel egy nagyot, az megy tovább. Azért, mert nem azzal foglalkozok, hogy mit tud tenni, értem a világ. Hogyan, hogyan tud megváltozni mindenki más, és az én gondolkodásmódomat majd azok az emberek adoptálják. Hanem megyek tovább, azt csinálom, ami a feladatom, amire elhívott a teremtő. Ez a különbség. Nem volt egy, egy feszültség, hogy egy párkapcsolatban, egy hétköznapi értelemben párkapcsolatban én nem biztosan azt tudom nyújtani, amit a, a párom elvárna, vagy hogy az igényeink nem feltétlenül találkoznak, és ez egy belső feszültséget jelentett. És ezt... De akkor minek vagy vele? Hogyha, ha nem tudod ezt teljesíteni, akkor miért nem találsz magadnak olyat, akivel kompatibilis vagy? Szerettem volna úgymond ledobni magamról ezt a, a terhet. Ledobni magamról. Szabadon tudjak is önmagam lenni, és azt... Szabadon tudjuk önmagam lenni. Tudjam nyújtani, és azt kapjam, amit én elvárok, ami nekem jó. Azt kapjam, amit én elvárok, ami nekem jó. Erről beszéltem az előbb. Hogy azt akarja, ami neki jó. Ő van a középpontban, nem foglalkozik mással. az amit ő akar. Ez a lényeg gondolom vagyok itt. Vagy egy nagyon összekeszed, akkor ez három dolog. Ez és saját magam miatt. Mert... Hát nyilván saját magad miatt, tehát most már mindenki tudja, hogy miért vagytok ott. Másrészt minden a szex ember miatt, és minden ember miatt, aki az asszex spektrumon helyezkedik el. És egy teljesítmény nélküli teljesítményt akar elérni, illetve elismerést egy ilyen semmi dolog ér, hogy ő csak van. Ez a narcisztikus egy per egy, hogy olyan dolog ér, akar elismerést, ami semmi nem, ami nem teljesítmény, mint az, hogy vagy valamilyen. Mert azt állítják, hogy ilyennek született. Tehát, ha te ilyennek születtél, akkor él úgy. Mindenki valamilyennek születik, és mindenkinek épp elég bajamat. Szóval ne, nem azt akarom még egyszer, nem bántani szeretném őket, csak felhívni az emberek figyelmét az, ennek a mozgalomnak, meg gondolkodásmódnak az abszurditására. Yeah. Harmadrészt pedig mindenki miatt, aki nem a szex, legyen hetero, homo, bi, pán, onni, és most nem fogom felsorolni az összes szexuális irányultságot, méghozzá azért vagyok itt, mert az a Azért nem tudod felsorolni, mert annyi van, hogy nevetséges lenne, meg nem lehet felsorolni. a mocsos társadalmi berendezkedés, amiben kénytelenek vagyunk élni, az nem csak egy aszex embert nyomorít meg, hanem kurvára mindenkit. És most már megvan az elismerés, a semmiért, és most már végre fontosnak érzik magukat az emberek. Attól tartok, hogy ez lesz a végszó ezúttal. Itt az utolsó időkben az Infobaba YouTube csatornán. Megkérek mindenkit, hogy osszátok meg ezt a videónak a linkét, lájkoljátok, több emberhez eljuthat úgy az üzenet. Sajnálom, hogy, hogy akadozik, igyekezni fogok majd valamit csinálni, bár nem nagyon tudom az internetet megszerelni, Szóval az a lényeg, hogy segítsetek minket azzal, hogy megosztjátok ezt, a valakit érdekel, akkor nézzétek meg a különböző tagsági lehetőségeket. Zárszónak annyit talán csak, hogy ne legyen kétsége senkinek afelől, hogy az időnk az a végéhez közeledik, úgy ahogy lejárt az ideje Szodomának és Gomorának, amikor elkezdték azt a viselkedést folytatni, amit ők csináltak, ugyanúgy a mi időnk is hamarosan le fog járni. És azt hiszem, hogy ezek a videók talán figyelmeztetés a teremtőnktől, hogy szedje össze magát mindenki, a világot nem lehet már megmenteni, ezt nem lehet a folyamatot megállítani, de még mindenki ki tud szállni belőle aki szeretne és el tudja kerülni azt a pusztulást, azt a végső pusztulást, amivel ez jár. Szóval legyen ez egy figyelmeztetés mindenki számára, aki végignézte ezt a videót. Hála, dicsőség és köszönet, vagy a Huának, az atyáknak azért, hogy a türelme ilyen hosszan tart és ad lehetőséget arra, hogy megváltozzunk. Köszönet neki, és köszönet mindenkinek, aki kitartott. Legjobbakat hamarosan újra jelentkezünk. Halleluja!